Egy háromfős Csongrád megyei csapat bizonyult a legjobbnak a katasztrófa védelmi mobil laborok országos versenyén. Védett szemét kísértek, négy emeletes lakóháznál mentettek, valamint veszélyes anyagokkal teli lakásban végeztek felderítést. Kószó László tűzoltó százados, Látos István tűzoltó százados, valamint Meskula Gergely tűzoltó zászlós alkották ezt a csapatot, amely az elődöntők és a döntők során a legjobb eredményekkel zárta a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megrendezett mobil laborok országos versenyét. Az összeszokott komoly szakmai tapasztalattal rendelkező csapat már hetekkel az elődöntők előtt megkezdte a felkészülést. Ezt a döntőt megelőzte egy előselejtező, amelyben a 19 megye, illetve főváros csapata vett részt. Ebből az első négy csapat jutott ebbe a döntőbe. A döntő során annyi nehezítés volt még a feladatok megoldásában, hogy ezt éjszakai körülmények között kellett végrehajtani. Gyakorlatilag itt a mobil laborok feladatkörébe tartozó különböző szituációkat kellett megoldani. Ezen belül radioaktív anyagok, egyéb vegyi anyagok, illetve biológiai anyagok azonosítását kellett végrehajtani, kellett életmentési feladatokat végrehajtani, illetőlegesen elméleti feladatok megoldására is sor került. Az első helyezésük annak is köszönhető, hogy a csapat összeszokott tagokból állt, hiszen a valóságban is együtt végzik el a beavatkozásokat.